Ez a videó egy újabb tökéletes példája annak, hogy a kíváncsiság és az olvasás együtt fantasztikus dolgokra képes. A holland lányok ügyéhez hasonlóan ezt is egy rövidebb videónak szántam, ám végül annyi furcsaságot találtam, hogy önálló anyagot kapott. A Vagy Nyugat ugyanis a mainstream szórakoztatóiparnak köszönhetően erősen elfordult egy romantikusabb irányba, a valóságban azonban emberek tuzatjai, sőt százai estek áldozatul gyilkosok álmokfutásának. Közülük is az egyik, ha nem a leghíresebb, Billy a kölyök, akinek mindössze pár éves bűnözői karrierje után olyan legendák alakultak ki, ami kevés más valós vagy nyugati személyhez hasonlítható. Ezek közül is bőven kiemelkedik az állítólagos halála, amiről van persze egy hivatalos verzió, de amikor az ember kérdéseket kezd el feltenni, akkor sorra bukkannak fel az egymást követő furcsaságok. Jöjjön most Billy a kölyök története. Billy a kölyök talán az egész Vagy Nyugat leghíresebb banditája volt. Harry McCarthy néven született 1859-ben New Yorkban ír szülők gyermekeként, de később használta a William H. Bunny nevet is, végül pedig ebből alakult ki a beceneve is, a Billy. Édesapjáról szinte semmit sem tudni, azt is csak tippelik, hogy talán az amerikai polgárháborúban halt meg. Abban sem biztosak a történészek, hogy egyáltalán Patricknek hívták, érül az anyja, Catherine kereszt nevében biztosak. Az anya férje vélt halála után Indianapolisba költözött, és itt megismerkedett egy William Antrim nevű férfival, aki később a második férje lett, és akivel az új-mexikói Santa Fe-ben telepedett le a család. A kis Harry 14 éves korában elvesztette édesanyját is tuberkulózisban. Ezt követően egy helyi szállásadónál dolgozott egy szobáért és élelemért cserébe. Ekkor már mostohaapja után inkább a Harry Antrim nevet használta, aki egyébként nem igazán foglalkozott a gyerekkel, és ennek még később szerepe lesz a történetben. Érdekesség, hogy noha az iskolában és a munkahelyén is kifejezetten fegyelmezett és segítőkész gyereknek írták le, és ugyebár élelmet is kapott, az első bűncselekményét 1875-ben követte el, amikor ételt lopott. Ezt 10 nappal később egy kínai mosoda kirablása követte, annál ruhákat és 2 pisztolyt vittek el. 2 nappal a letartóztatása után azonban sikerült megszöknie, állítólag a kis termete miatt ki tudott mászni a kéményen. Ezután felkereste a mostoha apját, ám az kitagadta őt, és ez volt az utolsó alkalom, hogy ők ketten találkoztak. William Antrimtől is úgy távozott, hogy ruhákat és pisztolyt vitt magával. Új-Mexikóból az arizonai területek felé vette az irányt, ahol egy rendsen kezdett el dolgozni. Érdemes megemlíteni, hogy a megkeresett pénzét rendszeresen szerencsejátékokon szórakozta el. A bűnözés szempontjából fordulópont volt, amikor ugyanitt egy ismert ranch tulajdonos Harry Hooker alkalmazta. Ez alatt az idő alatt ugyanis megismerkedett egy John R. Mackey nevű skót bűnözővel és ex-katonával. Az ő javaslatára ezentúl az arizonai Fort Grant közelében tanyáztak, hogy aztán onnan lovakat raboljanak a katonáktól. Ekkor már az volt a beceneve, elsősorban a vékony testalkata és simára borotvált arca miatt, hogy kölyök Antrim. Az első gyilkosságát 1877-ben követte el, amikor egy Bonita nevű település egyik kocsmájában egy Frank Cahill nevű férfi rátámadt, mire ő lelőtte. Állítólag ez a Cahill előtte rendszeresen szivatta a későbbi banditát, most is káromkodtak egymásra, dulakodás közben pedig elsült a fegyver. Harry Antrim először elmenekült, de később visszatért és Fort Grantben zárták be. Végül nem várta meg az igazságszolgáltatást, és ezúttal is sikerült megszöknie. Harry McCarthy, majd Harry Antrim ez időtájt kezdte el használni a William H. Bunny nevet. Egy lopott lóval ezután ismét az arizonai területek felé vette az irányt, ám útközben az apacs indiának ezt elvették tőle, mire étlen szomjani gyalog kellett eljutni a kilométerekre lévő legközelebbi lakott helyre. Végül, mire elért Fort Stantonba, már a halál torkában volt, de mégis sikerült felépülnie, amikor egy barátja, aki egyben bűnöző is volt, befogadta és ellátták. Ezt követően csatlakozott egy marhatolvaj bandához. Az évek során a szökései és egyebek miatt többször is ingázott Új-Mexikó és Arizona között. Ez azt jelentette, hogy nem egyszerű bűnözőként kezelték, hanem szövetségi szinten körözték. A 1877-ben ismét visszatért Új-Mexikóba, ahol csatlakozott egy John Tunstall nevű marhatartóhoz, akinek halála nem sokkal később kirobbantotta a Lincoln megyei marha háborút. Ebben alapvetően 2 üzleti érdekeltség csapott össze, az egyik oldalon a befolyásos helyjeléttel a háta mögött James Tolan, a másikon a valamelyes szerényebb lehetőségekkel bíró angol John Tunstall és társa Alex McSween állt.
A feszültség odáig fokozódott, hogy 1878. február 18-án ismeretlenek megölték, sőt inkább kivégezték John Tunstallt, amint az meg akarta akadályozni, hogy társa nem cseki összegű tartozása miatt a megyei sheriff William J. Brady lefoglalja a marháit. Csak érzékeltetésképpen Alex McSween $8,000 tartozott James Dolannek, aki kapcsolatainak hála el tudta érni, hogy bírósági végzéssel a kezében kérje meg a sheriffet $40,000 állatállomány és ingóság lefoglalására. Egyértelmű provokációnak tűnik, aminek John Tunstall áldozatául is esett. Halála miatt Billy és néhány társa bosszút fogadtak, megalakították a Lincoln megyei regulátorok nevű csoportot, és később le is vadásztak két férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy felelősek Tunstall haláláért. Nem sokkal később megölték a sheriffet is, aki az üzletember földjére ment behajtani, illetve a sheriff helyettesét is. A bűncselekmények csak sokasodtak, végül a Lincoln megyei marhaháború 1878 nyarán ért véget, amikor Alex McSween is meghalt. Viszont ehhez egy konkrét csata vezetett. 1878. július 14-ének estén ugyanis a regulátorok egy komolynak mondható 50-60 fő csoporttal érkeztek Lincoln városába. A nem sokkal korábban kinevezett új sheriff George Pepin mesterlövészekkel akarta megtizedelni az épületekbe beszivárgott bűnözőket, ám egyik ilyen mesterlövésze halála után kénytelen volt segítséget kérni a közeli Fort Stanton erőd ezredesétől. Ő először nem akar beavatkozni, végül azért csak oda ment a katonáival, így a csata jó formán el is dőlt. 5 nappal a csoport érkezése után a regulátorok Alex McSween házába vették be magukat, erre a sheriff helyettes csak egyszerűen felgyújtotta azt. William H. Bunnynak, azaz a későbbi Billy a kölyöknek sikerült elmenekülnie, ám Alex McSween-t, John Tunstall korábbi társát agyonlőtték. Ősszel aztán Lou Wallace személyében új kormányzója lett Új-Mexikónak, aki amnestiát ígért a csatározások résztvevőinek, kivéve azoknak, akiket már korábban megvádoltak valamivel, például William Bonnyt. Ezért ő vallomást ígért a kormányzónak, mégpedig egy Huston Chapman nevű ügyész megölési ügyében, aminek ő csak a szemtanúja volt. A kormányzó beleegyezett egy titkos találkozóba, ahol sikerült is megállapodniuk, legalábbis a bandita ezt hitte. A megállapodás szerint Billy engedte, hogy letartóztassák, majd a bírósági vallomása után elvileg szabadon kellett volna engedni őt. Ugyanakkor ezt egy kerületi ügyész megfúrta, és továbbra is rács mögött maradt. Bonnie egyre inkább gyanakodni kezdett a kormányzóra, hogy valójában csak átverte, de bármilyen hihetetlen, 1879. június 17-én innen is megszökött. Ezután fél évig nem csinált semmi zűröset, majd egy Fort Sumneri kocsmában lelőtt egy férfit. Az viszont a mai napig nem derült ki, hogy mi vezette erre. Egyes beszámolók szerint Billy a szalomban megdicsérte a Joe Grant nevű későbbi áldozat a revolverét, és kérte, hogy hadd nézze meg. Grant odaadta neki, ám mielőtt Billy visszaadta volna, észrevette, hogy csak 3 töltény van benne. Ekkor egy üres lövést szeretett volna leadni, ám Grant azt hitte, hogy tüzelni akar, mire Billy arcába nyomta a másik fegyverét. Amikor viszont meghúzta a rovaszt, a pisztoly besült, erre Billy elővette a sajátját és fejbe lőtte Grantet. Ezután elhagyta a várost és még belekeveredett egy lövöldözésbe, amit végül sikerült megúsznia. Innen viszont ismét Fort Sumnerbe vette az irányt néhány társával, ahol már vártak rájuk a hatóságok. Billy a kölyök 21 éves koráig törvényen kívüliként összesen 8 embert ölt meg bizonyítottan, amikor a hivatalos verzió szerint lelőtte a vadnyugat egyik másik híres alakja, az 1880. novemberében Lincoln megye új sheriffének választott Pat Garrett. Legalábbis Pat Garrett elmondása szerint, ugyanis az igazi rejtély csak most kezdődik. Pat Garrettnek először 1880. december 23-án sikerült elkapni a Billyt, aki 1881. áprilisi Santa Fe-ben lezajlott bírósági tárgyalásáig 4 levelet is írt a kormányzónak, aki azonban nem avatkozott közbe. Bűnösnek is találták a sheriff megölésében, ezzel egyébként ő lett az egyetlen, akit a Lincoln megyei marha háború kapcsán elítéltek, méghozzá akasztásra, és amit 1881. május 13-ára tűztek ki. A beszámolók szerint nem különösebben zaklatta fel a halálos ítélet, szótlanul ült, miután felolvasták neki. Ezt követően a városi bíróság legfelső emeletén őrizték. Április 28-a estét írjuk, tehát bő 2 héttel a tervezett takasztás előtt járunk, amikor Pat Garrett, aki elkapta Billyt, éppen városon kívül volt adót szedni. Egyik helyettese pedig 5 másik rabot vitte létkezni. Ekkor másik helyettese, James Bell egyedül őrizte a banditát, aki az éjszaka folyamán arra kérte, hogy hadd menjen ki a ház melletti WC-re. Miközben már jöttek vissza, az épület egyik folyosójának a sarkán, amikor a sheriff helyettes egy pillanatra nem mögötte volt, kiúszta a vékony kezeit a bilincsből, majd leütötte. Ekkor az menekülni próbált, ám Billy a kölyök elvette a fegyverét és hátba lőtte.
gyilkos ekkor berontott Pat Garrett irodájába, ahonnan egy shotgun zsákmányolt, és várta, hogy a sheriff másik helyettese, Bob Olinger visszanozza a lövést. Ő ezt persze meg is tette, ám egyszer, amikor felfele nézett, Billy a kölyöknek sikerült őt is lelőnie. Ezután rabolt egy lovat és elmenekült a városból. Állítólag még énekelt is közben. Az első elfogása után tehát sikerült megszöknie, Pat Garrettnek pedig azért bőven ejtett sebeket a reputációján, hogy hagyták megszökni a vadnyugat egyik legkeresettebb bűnözőjét. De Garrett nem adta fel, hogy is tehette volna. Garrett beszámolója szerint ugyanis 1881. július 14-én Fort Sumnerbe utazott egy Pete Maxwell nevű férfihoz, aki ismerte Billit és akinek akkor egy $500 vérdíj volt, ami a mai árfolyamon körülbelül $12,500, azaz közel 3,5 millió forint. Éjfél tájékán még ennek a Maxwellnek a sötét szobájában ültek és beszélgettek, amikor Billy a kölyök belépett a szobába, ám a gyenge világítás miatt nem ismerte fel Pat Garrettet, és spanyolul azt kérdezte, hogy ki az ott. Garrett egyből felismerte Billy hangját, és azonnal rálőtt. Egyszer a szívén is eltalálta. Pár órával később a hatóságok képviselői megvizsgálták a szobát és a holttestet, és azt a kölyökként azonosították. Legalábbis ez a hivatalos verzió, ugyanis több visszaemlékezésben és forrásban is előkerült, hogy Garrett és Billy valójában régről ismerték egymást, és az egész lövöldözés és azonosítás csak meg volt rendezve. A sheriff például tüstént elindult az $500 vérdíjért, amit egyébként az első elkapás után egyszer már felvett, de a másodikat végül megtagadta tőle az ügyvívő kormányzó. De még így is elég jól járt, mert az új mexikói városok ennek a 14-szeresét, azaz $7,000 kalapoztak össze neki. Pat Garrettről egyébként tudni érdemes, hogy 1869-ben 18 évesen csak úgy fogta magát, Louisianában lóra pattant és nyugatnak indult. Innentől kezdve 7 évig senki nem hallott róla semmit, majd amikor 1876-ban előkerült, éppen bölényre vadászott. De ennél a kiesett 7 évnél is különösebb, hogy Pat Garrettnek sheriffként voltak más gyanús ügyei is. Ezek közül is a leghíresebb Fanten ezredes és a 8 éves fiának Henrynek az eltűnése 1896-ban, tehát jóval a Billy a kölykös lövöldözés után. Az ezredes és a fiát január 31-én látták utoljára az új mexikai White Sands település szélén, onnantól kezdve viszont soha többet nem találkozott velük senki. Hogy mennyire fontos ember volt ez a Fanten ezredes, azt jól jelzi, hogy még apasnyomolvasókat és a legendás Pinkerton nyomozóirodát is bevetették a megtalálásukra, miközben a republikánus párt is minden követ megmozgatott. Mindez a legkisebb eredmény nélkül, a nyomozásnak abban a szakaszában, amikor a legtöbbre lehetne jutni. Végül 3 hónappal az eltűnésük után megbízták Pat Garrettet, hogy oldja meg az ügyet, akinek végül 2 év után sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteni a 4 férfi ellen. 2 ezek közül sikerült is hamar elkapnia, másik 2-vel viszont lövöldözésbe keveredett. Elsőre nem sikerült lekapcsolnia őket, de 8 hónappal később mégis megadták magukat a sheriff hivatalnak. De ami a legkeményebb, hogy a 2 év alatt összegyűjtött állítólagos bizonyítékok sem voltak elegek ahhoz, hogy elítéljenek akár csak egyet is a 4 férfi közül, mindenki szabadon engedtek. Ez már a második alkalom volt, hogy Pat Garrettet azzal gyanúsították, hogy esetleg ő maga intézte úgy, hogy az ügyet csak ő oldhassa meg. A következő említésre méltó csavar pedig már 1950-ben jött, tehát amikor Billy a kölyök elvileg 91 éves lett volna. Egy Brushy P. Roberts nevű férfi, aki lehet, hogy Oliver P. Roberts néven született, azt állította, hogy ő maga a hírhet bandita. Még Texas kormányzója is találkozott vele, ugyanakkor ő nem hitte el a történetét. Az idős férfi nem sokkal ezután meg is halt, viszont később kiderült, hogy Billy Roberts minden egyes korábbi, a bandita életre és Billy a kölyök életére vonatkozó állítása igaz volt és tárgyi tévedésektől mentes. Egy William Morrison nevű ügyvéd, aki először megtalálta az állítólagos öreg Billit, később megvizsgáltatta az elhunyt testét is. Furcsa módon ez alatt minden olyan sérülést megtaláltak az idős férfin, amit korábban Billy a kölyök is elszenvedett. Ezen kívül az ügyvédnek sikerült nyomára bukkania egy másik hírhet vadnyugati társaság, az Evans banda még élő tagjaira, akik mind bizonyítottan ismerték a fiatal Billit. A legdurvább, hogy 4 közülük eskü alatt vallották, hogy az idős Roberts csak és kizárólag William Bunny, azaz Billy a kölyök lehetett. 2 ugyanakkor már túl réginek érezték az emléket, ezért inkább nem mondtak semmit. 1990-ben aztán a Texasi Egyetem laboratóriumában a szakértők az FBI, a CIA és az Interpol által is használt azonosítási technikák segítségével megállapították, hogy Brushy Bill a 14 éves korában készült képein erősen hasonlít Billy a kölyökre.
A 71 éves korában készült képe pedig a különleges arcfonások és egyebek alapján 93%-ban egyezik, ami viszont már több, mint véletlen. 2003-ban DNS vizsgálatot is akartak csinálni, ugyanakkor ez több szempontból is kudarcba fulladt. Először is a Fort Sumneri temetőt, ahova állítólag Billyt eltemették, 1904-ben árvíz most el. A kár pedig olyan nagy volt, hogy sok holttestet úgy kellett újra temetni, hogy az azonosításra nem volt mód. Magyarán lehet, hogy ma a Billy a kölyök felirat alatt nem is az az ember fekszik, akit Pat Garrett 1881-ből lelőtt a sötét szobában. Az állítólagos idős bandita szerint egyébként akkor este egy Billy Barlow nevű banditát lőtt le a sheriff, és az ő testét is használták az eljárásokhoz. Ő pedig ezt kihasználva sikeresen Mexikóba tudott szökni. De visszatérve a DNS vizsgálatokhoz. A bandita anyjának sírhelyét 1882-ben eladták, így nem tudni, hogy mi lett a nő testével. Meg lehet ugyanis, hogy a fejfával együtt azt is máshová szállították. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy az idős Brushy Billy Roberts azt szállította, hogy Catherine valójában nem az anyja volt, hanem egy nem vér szerinti, tehát házasság által szerzett nagynéni. Ilyen szempontból tehát nem lehetne DNS egyezés akkor sem, ha sikerülne megtalálni Catherine Antrim maradványait. De hogy azért kerek legyen a történet, fontos megemlíteni, hogy azok, akik elutasították az idős Billy Roberts állításait, előkotortak egy Roberts családfát, ami elvileg az idős férfi egyik rokonáé volt. Ebben szerepel egy Oliver P. Roberts néven 1879-ben született férfi, aki szerintük az lehet, aki Billy a kölyöknek vallja magát. Viszont ha akkor született, akkor nem lehet a legendás bandita, hiszen ő akkor már közel 20 éves volt. Azt is fontos még megemlíteni, hogy Brushy Bill korábban azt is állította, hogy tinédzserként Jesse James bandájának is a tagja volt, de sokkal inkább a nagyobb mondás kategóriája már. Bármi is legyen az igazság, nem valószínű, hogy a közeljövőben ki fog derülni. Röviden tehát van egy vadnyugati tömeggyilkosunk, akinek mindig sikerült megszökni az őrizetéből. Van egy sheriffünk is, akinek több gyanús ügye is volt a bizonyítékreállást illetően, és aki egyébként 7 évre eltűnt a világ szeme elől, és egyes beszámolók szerint akár ismerhette is Billy a kölyköt. És akkor itt van ez az idős férfi az 50-es évek elejéről, aki a 100%-ban egyező sebei, a szinte teljes egyezés mutató arcvizsgálat, a volt vadnyugati bandatagok eskü alatt tett vallomása és a saját maga meggyőző története miatt sokkal több, mint egy egyszerű szélhámos. Ugyanakkor az igazolt emberi maradványok és az ebből fakadó DNS vizsgálat hiánya miatt nem lehet biztosan megmondani, hogy vajon a hivatalos verzió egyenlő-e az igaz verzióval, de azt sem lehet kijelenteni, hogy hazugság lenne. A többi pedig már a ti képzeletetekre van bízva.